A rovat támogatója a McDonald's Bringamania programja. Az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk arról, hogy milyen jó biciklizni. Jó sport ez, jó időtöltés, de most jönnek a szabályok, mert hogy ezek nélkül nagyon nehéz elképzelni azt, hogy valaki tényleg élvezhesse a biciklizést az utakon. Úgy néz ki az útkereszteződés, hogy kettő út keresztezi egymást, kettő aszfaltút, ami hogyha nem lenne tábla a sarkon, akkor milyen kereszteződés lenne? Egyenrangú. Így van, akkor egyenrangú lenne, mert azonos szintű, azonos burkolati minőséggel ellátott út. Viszont ide rakták ezeket a sarkára állított mackosajtókat, amik mit jelentenek? Elsőbbségadás kötelező. Hát ezt nagyon jól felmondjátok, ezt az elsőbbségadás kötelezőt. De egyébként milyen szintig juttok el tényleg a kreszben? Egészen odáig, hogy egy egyszerű közlekedési szituációban, mint amilyen például ez is, önálló döntést legyenek képesek hozni a gyerekek, amik segítik őket abban, hogy biztonságosan át tudjanak haladni, és gyakorlatilag az életüket meg tudják óvni. De tényleg apa, anya kienged egyedül igen. A forgalomba? Igen. Ez merészség egy szülő részéről? Én azt gondolom, hogy egy kicsit igen. Nagyon komoly merészség, főleg úgy, hogy valaki személyesen nem győződik meg arról, hogy a gyermeke mire képes. Még beszélgetni és bukós isekben beszélgetünk, ezzel mit szeretnél demonstrálni? Kijöttünk az utcára, ahol veszélyforrások lehetnek, jöhetnek az autók, lehet hibázni, az ember néha elesik kerékpárra, hiszen két keréken gurul. Ha mégis elesik, akkor a sisakra nagy szükség van. Nem kell nagyon, csak akkor, amikor a fejem ott van a földtől 5 centét, de akkor nagyon nagy szükség van rá. Akkor most megmutatjuk, hogy hogyan néz ki egy bicikli, azon túl, hogy így, ami most már kimehet a közlekedésbe, egészen bátran, biztonsággal. Mi kell, hogy rajta legyen? Tehát kettő darab, két egymástól függetlenül működő két különböző kerék, tehát a fék, egy első lámpa. Csengő. Egy csengő mindenképpen. Egy hátsó lámpa. És nagyon fontos, hogy hátul még prizmára is szükség van, ami jelen esetben egybe van építve a lámpával, mivel prizmás a búrája, és még egy prizma feltétlenül szükséges. Legalább az első kerékre egy darab küllőprizma, így van. Ez a minimum feltétele annak, hogy a kerékpár kimehessen a forgalomba, illetve még nagyon fontos tudni azt, hogy a jól láthatósági mellényt lakott területen kívül, szürkület után egészen pirkadatig viselni kell. Hát aki akkor biciklizik, ugye? Így van, de egyébként meg rendkívül ajánlott. Mert csak azért is, mert amikor az autós messziről meglátja, azt hiszi, hogy rendőrök vannak az útszélén, és óhatatlanul is a lábukat átteszik a gázról a fékre, és lassabban fognak elmenni a gyerekek mellett. Úgyhogy a gyerekeknek különösen ajánlott egész nap viselni. Talán egy nagyon fontos gondolat az, hogy mindig keressük az autósnak a tekintetét. Az autósét és minden más közlekedőjét, hogyha érkezünk, hogy találkozunk valakivel, hogy lássuk rajta azt, hogy észrevett minket. A biciklizés az általában hobbi, szeretet, azon túl, hogy közlekedési forma. A közlekedésben hogy tud az maradni? Azt tudom erre csak mondani, amikor elmegyek dolgozni kerékpárral, akkor minden egyes nap az a jó érzés van bennem, hogy na, ma sem pöfélkeltem fölöslegesen az utakon, a lámpánál ma sem én voltam a hatodik, aki beállt a sorba, hanem kerékpárral tudok szépen elgurulni, és az a tudat, ez önmagában egy pozitív érzést kelt. A robot támogatója a McDonald's Bringamania programja.